Gyerekek, remélem jók voltatok az idén, mert a Star Convoy éppen most lőtte szét a szomszéd házat. Fedezékbe! Üdvözlöm mindenkinek, ezüst Szilver vagyok, ez pedig itt egy újabb Transformers figura bemutató lesz, és itt van velem Revage is. Megjutottátok már az adventi gyertyátokat? És a mai alanyunk nem más lesz, mint Ocular Max Mastermind Creations U01 Stellarus Pro Minion, ami senkit ne tévessze meg, ő itt ugyanis Transformers Autobot Star Convoy, akit nem véletlenül nem rakunk rá a forgó tárcára, mivel egy bazi nagy, hát ilyen kamion formát kapott, ami marha jól néz ki. Tehát ez egy nagyon jól kinéző kamion forma, ha meg tudom mutatni, akkor megmutatom az elejét. Elég érdekesen néz ki, egyetlen problémával itt ez a hatalmas rés, ami egy picit olyan, meg lehetett volna ezt oldani jobban is, de nem baj, mert ettől függetlenül ez egy nagyon szépen egyben maradó darab tégla kerekekkel, ugyanis van itt nekünk 4-4 kerék, ugye mindegyik oldalon, plusz mondanám, hogy egy lánctalp, de sajnos ez a lánctalp kamu, mivel itt alul kapunk kerekeket, és nagyon idegesít, mivel ez egy rendes gumis lánctalp, és simán meg lehetett volna oldani azt, hogy ez itt forogjon, csak ugye átalakítás szempontjából, meg tudom mutatni, igen, ott van egy ízület, és ugye ez pont középen van, és emiatt ugye inkább így leegyszerűsítették az egészet. De nagyon úgy néz ki ez a figura egyébként, hogy lennének itt olyan dolgok, amik szemmel láthatóan úgy készültek, hogy egy bizonyos irányba el akartak menni, de végül nem az lett belőle. Ez például a kettő közül az egyik, hogy a lánctalpat szemmel láthatóan próbálták megoldani, de aztán végül úgy döntöttek, hogy inkább maradjon ez a sima verzió, mert különben miért csinálták volna meg így külön gumis műanyagból, de mondom, egyébként baromi jól néz ki. Pozícionálhatóság szempontjából sok minden nincs, de azért van egy-két dolog, mint például ezek a túretek itt a tetején, amiket így szét is lehet nyitni, és akkor mindenkire tud lövöldözni, plusz még itt ugye ez a fegyver, amit egyszer fölfele tud mozdítani, és teljesen, igen, teljesen körbe tudja forgatni, és van itt egy kis vájat, amivel bele tudjuk tenni a tárat, és akkor így fixen megmarad, de ettől függetlenül, meg attól függetlenül, hogy egész jól gurul a kerekein, sok mindent nem lehet elmondani róla, kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen sima boltba vásárolható tonkatoj. Hát nagyon jól mondom, masszívan egybe marad, kiből-től nem mentes, de egyébként szerintem itt tök jól megoldották, itt lehet egyedül látni azt, hogy ebből egy robot lesz, meg ugye itt nagyon feltűnő ez a rész, de ettől függetlenül nekem ez nagyon tetszik, szerintem tök jól megoldották, még az átalakítás is egész jó pofa lett, úgyhogy egyelőre ennyit tudok elmondani, ugye kiegészítők terén igen kapjuk ezt a fegyvert, ami ugye itt az ágyú, amit látjátok, ezt csak itt bele kell nyomni, plusz még egy nagyon szép borítású és egész egyértelmű, szép színes átalakítási útmutatót kapunk, bár egy kicsit úgy rémlik, mintha néhány, de tényleg csak néhány lépést így kihagyna, úgyhogy kicsit érdekes, de ennyi a kiegészítő csapata, úgymond ennek a figurának, mert ja, nagyon nem vitték túlzásba, de őszintén szóval azt mondom, nem is kell, mert ez így nagyon jópofa kis figura, és amondó vagyok, hogy már most eleget gyönyörködtünk ebben az egyébként egész ilyen kis aranyos jópofa, nagyon masszívan, mondom, nagyon masszívan egyben maradó figuráról, úgyhogy most nézzük meg Star Convoy-nak a robotformáját. Elsőnök természetesen levesszük ezt az ágyú részt, hogy könnyebb dolgunk legyen. És akkor rögtön rá is térünk a lánctalpra, amit ki kell akasztanunk. Egyszer ugye itt egy bütyökkel ez az be van akasztva, és akkor így most már mindegy két oldalon ki tudjuk nyitni. Utána ezt a panelt fogjuk kiakasztani, igen, így szépen ebből a bütyökből, és mind a két oldalon, csak hogy még nagyobb legyen itt a mindenség, ezt megfogjuk, és ha sikerül, igen, kihúzzuk a lábait, és ezt itt már most megmutatom előre, ugye nyilvánvalóan ezek lesznek a talpai, amiket egyszerűen csak így ide le kell nyitnunk és rá tud állni, viszont van itt nekünk egy nagyon érdekes rész, ugyanis ha
itt hozzá tudok férni, akkor itt kapunk hátul egy ilyen részt, ami itt tök üres, és az ég egyadt a világon semmi funkciója nincs. Tehát ez a második olyan dolog a láncszalpon kívül, hogy gondolom, hogy ezt azért csinálták, hogy ezeket a lábakat majd ide be lehessen tekerni, de ezeket nem lehet beletekerni, amit látjátok, itt el is akad ebbe a műanyagba. Gondolom, hogy úgy döntöttek, hogy inkább tesznek egy nagyobb lábat a figurára, hogy jobban megálljon, ami egyébként egy nagyon jó ötlet volt, és akkor itt maradt ez a rész, de mondom, ezt ki lehet nyitni, és itt van ez a funkció, de semmire az ég egyet a világon nem jó, esetleg még plusz kiteket rá kapcsolni, de akkor ez meg így itt van, tehát nem tudom. Ez egy nagyon érdekes és titokzatos dolog, úgymond, de ez a továbbiakban nem lesz szükséges semmire. Viszont akkor fejezzük be itt a lábaknak az alakítását, ha már itt vagyunk, amit oly módon fogunk csinálni, hogy ez a lánctalp fog, ez az ide felcsukodni, és ebbe is illesztjük. És akkor itt be is fejeztük a lábainkat, és tovább megyünk a felső részhez. Ezt a műanyag részt kell nekünk itt egy pöckön kiakasztani ezekről a panelekről, igen, és ezt így most már ezen a csúszkán én itt fel is tolnám, ha engedné természetesen, de sikerül. Itt ezeket a paneleket nyitjuk föl egyszer. Van egy bütyök ezen a részen, amit itt alul mutatok, inkább el kell tekernünk, hogy ide hátulra bekapcsoljuk, mint a két oldalon. Utána ezt a panelt fogjuk kikattintani, csak egy kicsit nehéz, és ezen a bütykön van bent itt nekünk, de nagy nehezen sikerült, és akkor most így hátra húzzuk, mint a két oldalon. Ha ezzel megvoltunk, most már fel tudjuk ide csukni, ugye ezért kellett ezeket hátrahajtani, hogy meglegyen itt a helye ezeknek. Hogy jobban lássatok, én addig visszacsukom így a lábait, és akkor nem fog így összeesni sem, és jobban is lehet figyelni, mit csinálok. És megfogjuk ezeket a lapokat, és ha sikerül, akkor szét kell húzni, de itt először itt, igen, itt oldalt ki kell őket pattintani, majd széthúzni, mégpedig így, most még, hogy legyen helyünk, itt középen ezt az egész fülkés részt fogom kinyitni, és hogy legyen helyünk a továbbiakban, itt elől ezt az egészet lenyitjuk, és kiszabadítjuk a fejed, de nagyon óvatosan, ugyanis eléggé rakoncátlan tud lenni, mindjárt megmutatom, hogy miért, tehát ezt így ki kell tekernünk, és utána megmutatom, hogy miért ilyen, de ezt kamerán keresztül nehéz megcsinálni. Nagy nehezen sikerült is, és amint lehet látni, ezek a részek nagyon beakadnak, és ezek az egyébként kinyithatós részek is pont kinyillódnak belül, úgyhogy nagyon rakoncátlan tud lenni, úgyhogy nagyon örülök neki, de sikerült kioperálni, úgyhogy ezt vissza is csukom, max akkor nyitom ki, hogyha segíteni kell ott belül elrendezni a dolgokat, mert most jön az a rész, hogy ezeket még ide felcsukjuk, és ezt az egész lapos cuccot kell belehajtogatni a testének a belsejébe, mégpedig úgy, hogy ezeket még ide pluszba ráhajtjuk, amint lehet látni, vannak is ott nekik ilyen lyukak, hogy jobban elférjen. Majd ezeket kell ide betekerni, csak ez nagyon nem olyan egyszerű, mert be kell forgatni, és egyszerre kell több helyre figyelni, kicsit nehéz, de ha sikerre vittük, akkor ezen a sínes panelen kell betolni őket teljesen, majd végezetül itt ezeket a kerekeket fogjuk mind a két oldalon hátranyitni, és mivel teljesen becsuknánk, ugye itt vannak ezek a bütykök és a kerekeknek a lyukaiba kell ide pontosan beilleszteni, és akkor így megvan a kis hátizsákja, szépen összeállt, gyönyörű. Most már el tudom tekerni a testét, és nyilvánvalóan a lábait majd felhúzom, hogyha befejeztük itt fönt. Itt ezeket a kerekeket fogjuk kiakasztani egyszer, és ebbe a bütyökbe fogjuk rögzíteni egyszer. Majd itt a pilóta fülkét fogjuk lenyitni, ezek lesznek ugye a karjai. El is tekerem, hogy le tudjam hozni teljesen. Végezetül itt kinyitjuk az ökleit, kitekerjük és visszacsukjuk, és akkor most már kihúzom a lábait, és csak hogy ne maradjon ki, a fegyvert is rögzítjük ide a kezébe. És akkor ő lenne itt Star Convoynak a robot formája, ami gyönyörűen néz ki, szinte baromi jól megoldották az egészet, bár egy kicsit szemmel láthatóan megmaradt ez a tonkatojos, ilyen picit gagyeszka játék dizájnja, ilyen gyerekjáték dizájnja. Nekem egyébként, mondom, tetszik, mert megmaradt ez a enyhén dzsivanos jellege, és a formák, a színek természetesen szokásosan ez az Optimusos,
kinézet, és ez a Star Konvojos plusz sárga csillag a mellkasán és plusz sárga színek nagyon jól állnak neki. A backpack sem kifejezetten nagy, ezt nagyon jól megcsináltak, hogy a felesleges alkatrészeket, lapokat mind bele lehet hajtogatni a mellkasába. Ez az összes ilyen lap eltűnt, ami eredetileg a jármű módon volt, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás. Nyilvánvalóan az Autobot szimbólumokat azokat én raktam rá, de egyébként ezek a sárga matricák azok ott voltak rajta alapból, és mondom, ez a kinézet így, ahogy van, és szerintem egy teli találat ezzel az egész kinézettel, bár azért problémáim vannak sajnos vele. Első nagy probléma, amit a mellkasán, amit ki kellett ugye hajtani, hogy a fejét ki tudjuk nyitni, az, hogy ezek a kis lámpák nincsenek bele ragaszva, ugye, ha jól látom, próbálták, de ez ennyi, hogy ez így itt van, de szerintem ezt is ki tudnám szedni, nagyon akarnám. Picit olyan érdekes, a másik meg az, hogyha így fogjuk, és mondjuk véletlenül itt benyomnánk ezeket a, igen, ablakokat, akkor ez az egész műanyag így kiesik, tehát nem tudom, ez egy kicsit azért olcsóbb hatást kelt, kedves Okulár Max, akik sokkal jobbat is tudnak ugye csinálni, meg a műanyag ilyen nagyon könnyen törős, ilyen picit nem olyan minőségi műanyagról beszélünk, igen, és a legegyértelműbb dolog az az, hogy ha egy picit így próbáljuk mozgatni, hogy valami összecsuklik a lába, ugye ezeken, amiket ki lehet nyitni, ha kihúzzuk ugye és leállítjuk, nincsen vele problémánk, de akármilyen kisebb mozgást akarunk csinálni, akkor már összecsuklik. Ezt nem hiszem el, hogy nem lehetett volna valami panellal itt oldalt megcsinálni, ugyanis egy kis bütyökkel kapcsolódik ez az egész, ahogy kinyitjuk. Igen, ez egy kicsit olyan bosszantó dolog, viszont most ennek segítségével össze fogom csukni, tehát erre jó lesz, hogy megkapjuk a törpe formáját, mert így jobban fogom tudni a kamerán mutatni, hogy miket tud. Mert ugye megnézzük a pozícionálhatóságát is, ami annyiból áll, hogy a feje egy gömbizületen található, plusz még van egy ilyen kis panel, aminek segítségével ugye lehetett becsukni, és ezeknek a segítségével tud nagyon magasra felnézni, és ennyire lenézni. Ezek az antennák itt oldalt kinyithatóak, a vállán ugyanúgy a túretek mozgathatóak, és így külön szét is nyithatóak. Karját a kattogós ízület segítségével egyszer ugye itt és egyszer itt, ennyire tudja fölemelni. Nagyon jó pofa másik kattogós ízület segítségével teljesen körbe tudja forgatni. Tekerentyű egy kettes, bizony kettes könyökizület. Tekerentyű az öklénél. Van ugye egy hüvelyk ujjunk egy gömbi izületen, plusz ujjunk egyszer mozgatható itt és itt, és még az utolsó új percen is, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás. Van egy nagyon erős deréktekerentyünk, oldalsó panelt föl lehet nyitni, és még itt elől is föl lehetne, csak valamiért nagyon durván beakad itt, úgyhogy nem kísérleteznék vele, hogy eltörjem, annyit azért nem ér, de a lábait így előre, hátra és oldalra tudja emelni. Tekerentyű egy kettesként kéne funkcionálni ennek a térdizületnek, csak valamiért itt nem akar eltekeredni olyan egyszerűen és könnyen, úgyhogy inkább vegyük egy egyesnek, mert ennél tovább nem merem, mert eltörik. És még a talpa található egy ilyen kihajtható részen, hogy oldalra tudja emelni, plusz még ugye annyira nincs hely, hogy eltekerjük, hogy valami, de ezeket a hátsó részeket lehet az átalakítás miatt ugye mozgatni, szóval eléggé masszív. Méretarányosság szempontjából itt van mellette Minicon Velociraptor, Deluxe Class, Drift, Ravage, kiskarácsony, nagykarácsony, egy jóval minőségibb Okulár Max figura, Alice Kultur, és a még inkább jóval minőségibb utánozhatatlan MPP-10Z Oversized Masterpiece Optimus Prime, akivel egyébként tök jól néznek ki együtt. Mit lehet végső soron elmondani Star Convoyról? Hát én adnék rá 4 Autobot jelet. Az ötből. Hát igen, ez nem a kifejezetten minőségibb Okulár Maxos figura, attól még én úgy picit minőségének mondanám, de nagyon érződik rajta, hogy ez inkább, minthogyha játékra készült volna, főleg a műanyagból és a figura alapvető átalakításából, amik egy nagyon fun, abból következtetek erre, a színek nagyon jók, a forma nagyon jó, mondom, nagyon jó pofán néz ki, de ezen inkább látszódik az, hogy egy másik irányba mentek el, hogy egy ilyen picit egyszerűbb, picit könnyebben értelmezhetőbb figurát rakjanak össze, ezt inkább tudom játékra ajánlani, mint bármelyik másik
eddig ilyen gyűjtőknek szánt figurát, nem is tudom, hogy ez most gyűjtőknek szánt figurának számít-e. Én minden esetre szeretem ezt a figurát, szerintem nagyon jó pofa, de igen, tehát egy Eris kultúrhoz hasonlítani, meg a többi okulár maxos figurához hasonlítani, srácok, tudtok ti ennél jobbat is, de mondom, hogy ha az volt a cél, hogy ezt konkrétan játékra készítsék, akkor szerintem nagyon jól eltalálták, mert ez hát nem konkrétan arra volt, hogy kirag, de mondom, arra is jól néz ki, de nagyon érződik rajta, hogy elmentek egy ilyen játszhatósági faktor felé, ami egyébként tök jó ennél a figuránál, úgyhogy ezt a figurát is nagyon szépen köszönöm Hikarinak, mert egyébként én mondom, ezt imádom, ez az. Mondanám, hogy eddigi legjobban tetsző Star Convoy-os figura, de mivel csak ez az egy van, ez annyira nem releváns egyelőre véleményként. Ha be akarjátok szerezni, akkor igen, tisztában kell lenni azzal, hogy a műanyag az olyan gyerekjátékosabb műanyag, de igen, vannak ezek a problémái, hogy a térdénél összecsuklik, ez azért egy kicsit nagy hiba, főleg egy Okulár Max-tól, de eltekintünk ezek mellett a kis apróságok mellett, amik azért nem a legegyszerűbb dolgok, de vannak benne jó dolgok is, például weapon storage a hátán, meg ezt nem igazán értem, hogy ezek a kis kamukerekek a karján, dizájnelemek, igen, forgathatóak, igen, de ha átalakítod, eltűnnek, úgyhogy kicsit olyan megmosolyogtató dolgai is vannak. A lényeg az, hogy ez egy nagyon jó pofa kis figura, és hogyha tisztában vagytok ezekkel a dolgokkal, és még esetleg játékra akarjátok használni, még hogyha ki is akarjátok rakni, én azt mondom, hogy tudom ajánlani ezt a figurát, mert egyébként, ha mindennel tisztában vagyunk az árérték arányban, akkor igen, megéri. Hát akkor ő lett volna Okulár Max, Mastermind Creations, U-Zero One, Stellarus, Prominion, azaz Transformers, Autobot, Star Convoy. Nektek hogy tetszett a figura? Írjátok meg véleményeteket kommentbe. Hogy tetszett a videó, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felvérjétek iratkozni. Csengő, csatlakozás, Discord, Patreon, DeviantArtot kéne. Próbáljátok, mert akkor a hálám örökké üldözni fog. És akkor a legközelebbi videó. Peti, mi van, Ravage? Azt hiszem, van egy kis problémánk. Miféle problémárba beszél? You cannot stop me, little Autobots.